Prima Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában Szatmár Tánc Tóth Béla és Filep László vette a Szatmár táncegyüttesnek járó megyei Prima Stílusosan aztán a csoport férfi tagjainak kalotaszegi legényes tánca zárta a megyeházán rendezett gálát. A Szatmár Táncegyüttest 1978-ban alapították, melynek Filipp László 2004 óta művészeti vezetője. 35 perc című műsorunkban arról beszélt, munkájukkal igyekeznek ma is ugyanolyan rangon tartani a néptáncot, mint amilyenen az évtizedekkel ezelőtt is volt. Mi is igazából törekszünk arra, hogy, hogy azt a hitvallást folytassuk, amit annak idején úgymond az, az elődeink elkezdtek. Hál' Istennek, azért erről megint nagyon sok beszélgetés folyt közöttünk, valamint ugye azért vannak régi felvételek a, a táncegyüttes akár fellépéseiről, akár csak a hétköznapjairól, és hát nagyon sokszor azért ezek a, ezek a, régi táncosok tényleg igazi példaképként vannak előttünk. Emlékszem, amikor gyerekek voltunk, és akkor még abszolút nem is tudtuk, hogy, vagy én se tudtam, hogy a Szatmár Táncegyüttes tagja leszek, de mindig annyira felnéztünk rájuk. Miután a csoport átlag életkora 18 év körüli és többségében középiskolások, valamint egyetemisták alkotják az együttest, rendszerint hetente egyszer szombaton zajlanak a próbák. Fellépésekre évről évre gyakrabban hívják őket, nem csak a megyében, hanem az ország más tájain, sőt a határon túl is népszerűsítik a szatmári néptáncot. Nekünk kiemeltem fontos, legfőképp Máté Szalka, Legfőképp a térség, a Szatmári Beregi régió és a Szabolcs szatmár Bereg megye. Nekünk ez kiemelten fontos, hogy, hogy, hogy ebben a, a régióban, vagy akár csak, a, a hogyha a megyéről beszélünk, vagy a térségről, mi itt jelen legyünk, és büszkén tudjuk a magyar néptánc hagyományát képviselni. Milyen gyakoriak a fellépések? Nagyon gyakoriak. Erre is azt tudom mondani, hogy hála jó Istennek. Nekünk éves szinten 40-50 fellépésünk van. Pont most a napokban számoltam át, hogy, hogy, hol járunk így november közepén, és hát ezt már teljesítettük, ezt a 40-50 fellépést, ami nagyon jó érzés, mert, mert ez azt jelenti, hogy akkor a, a, az embereknek, vagy legyen akár csak egy város, vagy egy település, egy falu, ö, akiknek, akiknek igazából kellünk és eszükbe jutunk, hogyha a, az ő rendezvényére, vagy az ő rend, ö, eseményükre néptánc kell, akkor, akkor ránk gondolnak. A megyei Prima díj mellett a közelmódban egyéb díjakban is volt része a Szatmár Tánc Együttesnek. Arany minősítést kaptak az idei Pujabálon, és egy nemrég rendezett szóló táncversenyről is több arany és ezüst minősítéssel tértek haza.